Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az államalapításhoz kapcsolódó ünnepségeink, mint a mai is, elsősorban arra kínálnak alkalmat, hogy magunkról gondolkodjunk, hogy magunkkal foglalkozunk, hogy magunkkal vessünk számot. A hétköznapok forgatag, munkája és sűrű feladatai közepette erre nem nagyon adódik lehetőség. Most azonban igen. Milyen is a magyarok jelleme és gondolkodásmód? A tisztelt Hölgyeim és Uraim egy közösség jelleméről, gondolkodásáról és nem utolsó sorban a jövőjéről az árul el a legtöbbet, hogy milyen közös vállalkozásokba fog. Ha fellapozzuk az államalapítás előtti őseink, vagyis a honfoglaló magyarokról szóló históriákat, akkor azt látjuk, hogy a kalandozó törzsek közös vállalkozásai nagy utazások, terveik pedig elsősorban úti tervek voltak. A különböző hatalmi érdekek szolgálata, önös politikai számítások, vagy egyszerűen csak a jövedelmező kaland ígérete, akár több ezer kilométerre is elcsábította őket. Életük biztonságát az így megszerzett vagyon, kincs, a könnyen szállítható érték jelentette. Mindez azonban néhány évtized alatt, és legfőképp egy hatalmas formátumú embernek köszönhetően gyökeresen és visszafordíthatatlanul megváltozott. A valamennyiünk, igen, a mai magyarok életét is, valamennyiünk életét meghatározó történelmi pillanat, az államalapítás, vagyis Szent István királyunk óta nekünk, a magyar emberek többségének, a mindennapok biztonsága már nem becsomagolható, nem felpakolható, nem hordozható kincseket jelent. Nem olyan értéket, amelyet a mellünkre tűzhetünk, vagy a zsebünkbe rejthetünk. A biztonság számunkra ma sem aranyékszer, sem a svájci bankszámlán kamatozó bankbetéthez kötődik, és nem valamelyik adóparadicsomba menekített offshore céghez, hanem kizárólag az otthon melegéhez. Nekünk a biztonság Szent István óta elsősorban földet, házat, hazát jelent. Ez az, kedves barátaim, ami a mi szemünkben minden más megszerezhető érték felett áll. Közös vállalkozásaink, közös terveink is mind-mind ehhez kötődnek. Az otthonunkhoz, a városhoz, a faluhoz, ahol élünk, ahol a jövőt tervezzük, és ahol szeretnénk, ha gyermekeink is keresnék a boldogulás útját, sőt nem csak keresnék, hanem meg is találnák. Tehát a közös múltat, és mindig készek voltak világosan kifejezni a szándékot. Folytatni kívánják a közös életet, akár sikereket, akár kudarcokat is szenvednek el együtt. Számukra, az akkori magyarok számára a hazaszeretetet nem kellett sem megmagyarázni, hányszor eselelte, és hányszor az ellenfél. Csak az a fontos, hogy a végén kimarad állva. Tisztelt palicsi barátaim, van egy mese, minden magyar gyermek ismeri. Van egy mese, minden magyar gyermek ismeri, ez a mese a feldarabolt királyfiról szól, aki az embert próbáló kalandokon, válogatott nehézségeken túljutva árulás áldozata lesz, és 7 darabba vágják. Érdekes élmény látni, hogy a varázslat ma is hat, ugyanis miután 7 darabba vágták, varázsfűvel és ráolvasással összeragasztották, és ismét életre kelt. Itt állunk mi is együtt, önök, akik ma egy másik állam területén élve magyarok, és mi, akik a székes fővárosból érkeztünk, és az augusztus 20-ai ünnepeken ez az élmény, a 7 darabba vágott, majd összeragasztott és ismét életre kelt királyfi története körbejárja az egész Kárpát-medencét. Itt állunk. Köszönjük szépen Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, hogy eljött ide a déli végekre, hogy az itteni magyarokkal együtt emlékezzen Szent István királyunkra. És most kérem a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Pásztor Istvánt, hogy tartsa meg ünnepi beszédét.